Szeretettel köszöntök mindenkit a képernyők előtt, nagyon furcsa így állni közönség nélkül. A média fogyasztó én vagyok, egy cél vezérel, hogy a vágyam ki legyen elégítve. Ez az előadásom címe, és én valóban nem piaci szereplő vagyok, nem tartalom előállító vagyok, nem szolgáltató vagyok, hanem egy egyszerű fogyasztó, aki azt szeretné, hogy eltalálják az ízlését. De még mielőtt belemennénk abba, hogy én ezt hogy képzelem el fogyasztói oldalról, nézzünk meg egy rövid jelenetet egy filmklasszikusból. Adj már nekem is egy tölcsért. Tutti frutti, karamell, vanília. Pisztácia. Pisztácia kifogyott. Van vanília, tutti frutti, karamell, rumosdió, kávé. Oké, akkor legyen vanília pisztáciával. És vajon melyikünk ne érezte volna már úgy magát, mint Terence Hill, aki nem tud mit kezdeni a választékkal? A probléma az, hogy rám, mint fogyasztóra hihetetlen mennyiségű tartalom zúdul. Rengeteg szolgáltató, a lineáris televíziózáson túl is rengeteg szolgáltató keresi a figyelmemet, szinte végtelennek tűnő tartalommal, de nem csak a televíziózás terén, hanem a zene és a podcastek terén is. Hogyan igazodhatok elé, mint fogyasztó, és hogyan fogják ők eltalálni azt, hogy én valójában mire gondolok? Ahhoz, hogy eddig eljussunk, hadd avassam be önöket egy mentalista bűvésztrükkbe. A bűvésztrükk lényege az, hogy egy 52 lapos pakliból önök tetszőlegesen kiválaszthatnak egyet, anélkül, hogy hozzáérnének, ehhez nincs is itt lehetőség itt a stúdióban, úgyhogy egy virtuális kártyapaklit fogunk látni. A bűvész pedig a trükk végére pontosan kitalálja, sőt a kezében tartja azt a lapot, amit önök csak gondolatban választottak. Kezdjük el akkor lapozgatni ezt a bizonyos paklit. És ha úgy érzik, hogy sikerült választaniuk, akkor jól jegyezzék meg a kiválasztott lapot. Érthető okokból most nem fogom végigpörgetni az egész paklit, hiszen azzal elmenne nagyjából az egész előadás, de önök közül már sokan választottak ebből a néhány labból is. Mielőtt a trükk magyarázatába belekezdenék, mi a gondja nekem, fogyasztónak? Amikor megkapom az e-mailt újra és újra, hogy Netflix tonight, akkor azt mondom, hogy nem tudom. És mit nézzünk a Netflixen? Nem tudom. Mint ahogy a gyerekedet is, ha megkérdezed, hogy mit reggeliznél, kicsikém, a gyerek azt fogja mondani, hogy nem tudom. Vagy ha a barátnődet vinnéd esti programra, hova menjünk? Nem tudom. Menjünk vacsorázni? Nem tudom. Egyáltalán éhes vagy? Nem tudom. Vagy hogyha a feleségedet kérdezed, hogy mi bajod, drágám, és ő azt mondja, hogy semmi, akkor te állsz ott férfiként a rengeteg választási lehetőség között mérlegelve, hogy vajon mi lehet a baj, és kitalálni azt, hogy mi is lehet a megoldás. A lényeg az, hogy az agy nem szeret dönteni. Ha különböző opciók között kell mérlegelni, ez energiát von el a testtől. A test pedig ezt nem szeretné. A test üzen az agynak, hogy ne csináld, ne, minden csak ezt ne. Mérlegelés és döntés közben ugyanazok a területek aktiválódnak az agyban, mint amikor a testet fájdalom éri. Az emberi test és az emberi agy arra fejlődött ki, hogy ne kelljen döntenie. Mi mégis a megoldás? Ugye itt vagyok én, Kovács András Péter, látszólag egyedi és megismételhetetlen, viszonylag kiforrott ízléssel. Ha a Netflix este rám zúdítja a tartalmát, adott esetben mondjuk ömlesztve tenni ezt, és én tudom, hogy egy órán van aközött, hogy letettem a gyerekeimet aludni, és aközött, hogy én magam is ájultan az ágyban rogyok, és el kell döntenem, hogy ez alatt az egy óra alatt mit nézzek, és ha ezt ömlesztve kapom meg, az nagyjából úgy néz ki, hogy 20 percig böngészek, csak a címek és a tartalmak között, kitalálok, kiválasztok egyet találomra, elkezdem nézni, 5 perc után elunom, rájövök, hogy nem nekem való, elkezdek egy másikat, 5-10 perc után azt is megunom, és ahelyett, hogy egy órát önfeledten televízióznék, a végén a sarokba dobom a távirányítót, és fél óra után csalódottan, fáradtan, kiégve elmegyek aludni. Na de, itt lépnek be az algoritmusok. Ugye, az algoritmusok, ezek a titokzatos valamik, amik kicsúsztak már az alkotóik kezei közül is, a mesterséges intelligencia kreálmánya, amik leigázzák az emberiséget, és helyetted is tudni fogják, hogy mit akarsz. Nyilván a helyzet nem ennyire sötét. Aki látta a Social Dilemma című Netflix hibrid dokumentumfilmet, az tudja, hogy ez fontos kérdés. Aki nem nézte, az nézze meg, javaslom. De nem ennyire súlyos a helyzet. Aki azt gondolja, hogy az algoritmusok, mindenható algoritmusok irányítják a gondolatainkat, az legalább annyira babonás gondolat, mintha azt gondolnánk, hogy a bűvész varázsol, amikor az 52 lap közül kihúzza azt az egyet, amire gondoltunk. De hogy is csinálja a bűvész a trükköt? Hogy dönti el, hogy mi mire is gondoltunk? Hogyan tudod te eldönteni,
hogy a gyereked mit reggelizzen, vagy a barátnőd milyen esti programmal legyen boldog, vagy a feleséged mire is gondol, amikor azt mondja, hogy semmi. Nézzük meg ennek a bűvésztrükknek a megfejtését, a leleplezését. Egy nagyon fontos különbség a Netflix és a Google között, hogy a Google teljességre megy, a Netflix elégedettségre. Ha épp lakás felújításban vagy, és beírod a Google-ba, hogy csempe, akkor 0,7 másodperc alatt nagyjából 3.990.000 találatot fogsz kapni. Kizárt, hogy ezt a mennyiséget végigböngészd, és kiválaszt közülük azt, amivel elégedett leszel, és ha választasz, és akkor is ott fog benned dolgozni a kísérdők, hogy esetleg rosszul választottál. Ellenben mi történik a kártyatrükknél? Tudjuk-e, hogy hány kártyalapot néztünk végig, miután azt mondtam, hogy most már nagyjából mindenki választott, és tovább lépünk. Nézzük meg még egyszer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab kártyalap. Mit mondott Bud Spencer? Van vanília, tutti frutti, rumosdió, karamell, kávé. Nem mutass nekem 3 milliárd kínálatot. Mutass 6-ot. Nem mutass meg nekem mind az 52 kártyalapot. Mutass 6-ot. Nem mutass meg nekem a füredi korzófagyizó teljes fagylalt kínálatát. Mondjál 5-6 gombócot. A teljes szabadság az valójában teher, amivel nem tud mit kezdeni az agy. Látszólag 52 lapból választasz, valójában a bűvésztrük esetében a nézők 95%-a már az első 6 lap után tudja, hogy melyikre gondolt, és neked bűvészként nincs más trükk, dolgod, mint hogy néhány hókusz-pókusz és pár húzás után a 6-ból választ ki azt az egyet, amire ő gondolt. Nem kell a gyereked elé tárni a teljes spice készletét reggelinél, hogy mit reggelizni, kisfiam, tejbegrízt, műzlit, lekvárt, de milyen lekvárt, felvágottat, sonkát, szalámit, a sajtot szeretett, stb. Mondjál neki 3 dolgot, és boldogan fog közülük választani. Ne vidd a barátnődet olyan helyre, ahol egyszerre 100 étel van az étlapon, 33 fotóval. Vidd olyan helyre, ahol 10 étel van az étlapon, és ezt havonta váltogatják. És abban az időben, amit eddig ételválasztással töltött volna, most el tudtok menni nyaralni. Ha a feleséged azt mondja, hogy semmi, akkor keresd néhány fogózót, aminek a mentén elindulhatsz. És a barátnőd elégedett lesz, a gyereked elégedett lesz, a feleséged elégedett lesz, ha kitaláltad a gondolatait, mint ahogy te is elégedett leszel, ha a bűvész a végén felmutatja a kártyalapodat. És ez egy nagyon fontos szempont. Túl azon, hogy meghozunk egy döntést, mennyire vagyunk vele elégedettek. Ha te munkáltató vagy, és azt mondod a cégnek, hogy gyerekek, a Covid miatt nagyon rosszul alakult a tavasz, meg kell húznunk az őszt, és valószínűleg a tavaszt is, és utána elmondod, hogy milyen megszorítások lesznek, azzal nem feltétlenül lesznek olyan elégedettek, mintha őket kérdezed meg, hogy mit javasolnak. Kerüljön elő néhány opció, 5-6 opció, amiben benne van esetleg az is, amit te sugalmazol, és szerinted megoldás lenne. És ha ők maguk választják ki ebből az 5-6 opcióból azt, amire te is gondoltál, akkor sokkal elégedettebbek lesznek a döntéssel, és sokkal lojálisabban fogják hozzá magukat tartani. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, meghozni a döntést, és utána a döntéssel elégedetnek lenni. És most tegyünk egy kis tudományt az elmondottak alá. Elvin Toffler, jövő kutató, 1970-ben jelentette meg a Future Shock című könyvét, amelyben bevezette az overchoice fogalmát, túl választék, túl kínálat, nem tudom, nem találtam meg magyarul ezt a művet. Aminek a lényege, hogyha túl sok egyenrangú opciót adsz az emberi agynak, az emberi agy lefullad. Nem fogja tudni őket egymáshoz képest mérlegelni, nem fog tudni jó döntést hozni, nő a döntés kockázata, és nem csak a kockázat nő, hanem aztán a később így meghozott döntéssel való elégedetlenség is. Különösen, ha hozzáteszük az időfaktort. Fél órád van, míg beérsz kocsival a munkahelyedre, milyen podcastet hallgass. Egy órád van, míg beájulsz az ágyba. Mit nézzél? Ezért a megoldás az, amit Elvin Toffler is javasol, hogy le kell szűkíteni a lehetséges opciók számát. Egy nagyon érdekes kép alakul ki, hogyha az opciók számát és az elégedettséget nézzük. Egy fordított U alakú görbe. Ugyanis ha kevés a választási lehetőség, ha mondjuk 2 vagy 3 dolog közül kell választanod, választasz, meg fog születni a döntés, de nem biztos, hogy köztük lesz az, amit te is szeretnél. Ha 3 videókazetta van a polcodon, valamelyiket vissza fogod nézni, de nem biztos, hogy ugyanazt az élményt okozzák ezredszerre is, mint ha hirtelen rád zuhanna az HBO. Aztán, ahogy nő a választék, úgy
nőhet az esély is arra, hogy jó döntést hozol és elégedett leszel vele, viszont egy bizonyos mennyiség után hiába nő tovább a választék, az agyad összezavarodik, rettegsz, kockázatnak tartod, elfáradsz, és kevésbé leszel elégedett a döntéseddel. Mi tehát a megoldás? Szűkíteni a lehetséges választék számát. Milyen érdekes, hogy Alvin Toffler ezt 1970-ben megírta, majd még ugye a 70-es években Bud Spencer azt mondta, hogy vanília, tutti frutti, karamell, rumos dió, kávé. Én pedig 2020-ban a YouTube-on nézek egy mentalista trükk leleplezést, ahol azt mondják, hogy kínálj 6 darab lapot. És mit gondolunk, vajon a Netflix, az HBO és a Spotify mit csinál? Ha megnézzük a Netflix nyitólapját, ugye fölül szerepel egy film, amit mindig ajánlanak, és alatta vajon hány elemet kínál a Netflix? 1, 2, 3, 4, 5, és a hatodiknak a széle belátszik. Ha lejjebb görgetünk, ott kategóriánként ugyanúgy 5 filmet látunk, majd a hatodiknak a széle belátszik. Ha nem vagyunk elégedettek ezzel a hattal, akkor pörgethetünk, és látunk megint 5,5-6 verzió. De a lényeg, hogy nem 48 opció közül kell döntenünk, hanem mindig csak 6 közül. Vajon hogy néz ki ugyanez iPad-en? 1, 2, 3, 4, 5, 6 verzió. Hogy néz ki álló iPad-en? 4 verzió és 1,5. Hogy néz ki álló telefonon? Csak 3 verzió. Hogy néz ki fekvő telefonon? Sehogy, mert nem forgatja el. De nézzük meg az HBO-t. Az HBO-nál, a főkínálatnál nem is egy film jelenik meg, hanem több. De vajon hány? Hány pöttyöt látunk ott a képernyő előtt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-et. Majd ha lejjebb gördítünk, kiemelt ajánlatok között szintén 7 film szerepel, majd látunk 5 filmet és egy kis belógó kockát. A helyzet a Spotify-nál is hasonló, ott 4 dolgot látunk egyszer, aztán persze görgethetünk lejjebb a kategóriák között, és itt érkeztünk el az elégedett döntéshez vezető út második dimenziójához, ezekhez a bizonyos kategóriákhoz. Egy döntésnek ugyanis, vagy egy választéknak ugyanis 2 dimenziója van, még mindig a Netflixet látjuk. A 2 dimenzió pedig egyfelől a sokszínűség, másfelől az összetettség. Ez a 2 dimenzió garantálja azt, hogy ha a feleséged bemegy a Houndenbe, akkor papír szatyorral a kezében jöjjön ki. Vagy nejlonnal, nem tudom éppen mibe csomagolnak. A sokszínűség az azt mondja meg, hogy hány kategória közül választhatsz? Ugye a H&M-ben van férfi ruha, gyerekruha, női ruha. A női ruhán belül van szoknya, pulóver, sál, stb. Az összetettség pedig arra ad választ, hogy adott kategórián belül mi a választék. Ha a sokszínűség emelkedik, akkor ez növelni fogja az elégedett döntés esélyét, ugyanis ha nem találsz magadnak szoknyát, még akkor is kijöhetsz egy sállal a boltból. Ha viszont egy adott kategórián belül nő a választék, az ugyanúgy az elégedettség csökkenéséhez vezet egy bizonyos idő után, ahogy azt már korábban láttuk. Ha egyszerre 30 pulóver van, nem fogsz tudni közülük választani, inkább veszel egy sálat, és a végén egy sállal a kezedben távozol boldogan. De vajon, kérdezem én, és akkor itt most össze fog állni a kép, vajon hogy néz ki ez például a Netflixnél. Ha lefele görgetünk, akkor látjuk a sokszínűséget, a kategóriákat, ugye new releases, új megjelenések, politikai sorozatok, krimi sorozatok, nézd meg újra, európai sorozatok, vígjátékok, thrillerek, stb. Választhatsz a kategóriák közül. Ha vízszintesen görgetsz, akkor pedig látod az összetettséget, hogy egy kategóriából miből választhatsz, de 6 elemnél többet, hát 5,5-nél többet, akkor sem fogsz egyszerre látni, így könnyítve meg a dolgodat, hogy mindig csak 6-ból választhass. Mit jelent ez nekem, mint fogyasztónak? Teljesen mindegy, hogy tévéműsorról van szó, fagylalt választásról, a barátnőt programjáról. Nem lehet korlátlan választékot rázúdítani a másikra, akármennyire is csábító ez, és ezt a nagyszolgáltatók tudják. Ha valaki mégis megtenné ellened ezt a merényletet, neked kell észnél lenned, és korlátok közé szorítanod magadat, mert ezek a korlátok tesznek téged végül mégiscsak boldoggá és elégedetté. Mert legyünk őszinték, az élethez igazából összesen 5 dolog kell. Vanília, tutti frutti, rumos dió, karamell és kávé. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mai adásunk címe
döntési pontok a médiában. A hagyományos média mellett gyors növekedésnek indultak a közösségi média szereplői, például a YouTube, a Facebook, a TikTok. Megjelentek, hogy longtail média szereplői, olyanok, mint a podcastek, vagy a webináriumok, hát lehet, hogy egy podcast nem a világ, de hát azért most már lassan összeadogatjuk őket. Na, és akkor itt van ugye az on-demand, amit úgy szoktuk mondani, hogy VOD, vagy VOD szereplői, a Netflix, meg az HBO. És akkor itt van, nézzük csak a televíziót. A televíziónál csak magyar nyelvű csatornából több mint 120 ezer, én amikor utoljára számoltam két éve, 128-ig jutottam. És hát nem hiszem, hogy ez azóta kevesebb lett. Itt vannak a rádiók is. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy míg régen a hagyományos médiánál egy tévécsatornára, vagy egy rádióra, vagy egy kiadónak a valamelyik orgánumára, azt mondtuk, hogy ez a tömegmédia. Most meg azt mondjuk, hogy a tömeges média világát érjük, és hát ugye a választás nehézsége, hogy a Kap is elmondta, Kovács András Péter is elmondta, hát az ember nem tud végtelenségig választani. Hát ez piszok feladatokat fog adni nekünk. A televízió közönség teremtő ereje is. Hát mondjuk, hogy átköltözött a közösségi médiára, hiszen nem egy tévének, egy műsornak van már közösség teremtő ereje, hanem inkább a social médiának a virtuális térbe, ahogy átmennek az emberek, és ott beszélnek meg mondjuk egy webináriumot, egy podcastet, egy jó újságcikket, egy valamilyen, bármilyen audiovizuális tartalmat. Elmondhatjuk tehát, hogy a figyelem gazdaság felértékelődött. Ha azt mondjuk, hogy a választás bősége megzavarhat minket, akkor ez visszafelé is kell, hogy hasson a médiafogyasztó, a reklámfogyasztó irányába. Tehát nem csak azt mondom, hogy figyelemgazdaság, hanem a figyelem gazdálkodás művészetét kell előrevennünk. Ezért én most négy részre osztottam a figyelem gazdálkodás gazdaságot, csak azt ne felejtsük el, hogy ez a négy, ez régen is megvolt, csak most felerősödik. Van a figyelem, ugye? Amit mindenképpen fel kell keltenünk a figyelmet, magunkhoz kell vonzanunk a figyelmet. Van a tudatosság, amikor megpróbáljuk ezt a megszerzett figyelmet fenntartani, esetleg vágyjá fokozni, mert abból lesz az a bizonyos elismerés, amikor már mondjuk elkezd utána nézni a mi termékünknek, az már egyfajta elismerése a dolgoknak. Nehogy Isten, megjelenek az első ajánlók. Nagyon fontos, megint a Kapnak az előadására utalnék vissza, hogy nézett ki a Netflixnek, hogy ajánlók vannak, és azokat algoritmusok vezélik, ezeket kell majd tudnunk ugye jól használnunk. És hát van a negyedik pont, az a cselekvés. Amikor már nem csak felkeltettük, nem mondom végig, amikor már tetté, mondjuk vásárlássá, és még aktívabb ajánlássá formáljuk ezt a dolgot. A mai napon a figyelemgazdaság és a figyelemgazdálkodás kérdéskörét szeretném üzleti és marketing szempontokból vizsgálni. Négy előadónk lesz, Kuruc Imre barátom, az NRC kutatási igazgatója, aki erre a célra létrehozott friss kutatással jön. Nagyon-nagyon várom. Lesz hozzá kapásból majd két kérdésem, a nagy átlag problematikája, ami nekem a televíziónál akad be most, hogy azt mondjuk, hogy több mint 5 órát nézzük a televíziót naponta, de azért osszuk ezt három része. Van egy harmad, aki 5 órát nézi, van egy harmad, aki 12 órát nézi a tévét, és van egy harmad, aki csak mondjuk fél órát vagy órát nézi a tévét. Másik, meg amikor a felmérések mennek, hát most nem kezdek el konkrét példákat mondani, de akit megkérdezünk, médiafogyasztót, nem azt válaszolja, amit gondol, hogy amit tesz. Ugye mondjuk a Dokumentum, egy kicsit bulgáris legyek. A Dokumentum film és a felnőtt filmek kérdéskörét veszem. Második vendégünk, tehát miután meghallgattuk a kutatás eredményeit Imre barátomtól, Dr. Guld Ádám, a Pécsi Tudományegyetem média kutató kommunikációs szakemberét hívom meg, illetve kapcsolódik be, vagyon hogyan lehet például a figyelemgazdaságot tudományosan, tehát szociológiai, gazdasági, generációs szempontokból vizsgálni. Harmadik vendégünk, Mérő Ádám, a Coca-Cola regionális média menedzsere. Na hát,
vajon hogyan kell megváltoztatni egy marketinges szemléletét ebben a médiakáoszban. És negyedik vendégünk az én barátom Schneider Herig, a digitális média szakértő, a Vodafone Magyarország Senior Media Content Manager-e, mondhatnám magyarul is, szerintem ez itt sokkal flancosabb. Tőle leginkább majd az üzleti modellekről szeretnék beszélni, és akkor menjünk végig egy képzeletbeli értékesítési láncon, amit azért szeretnék majd végig az adás mentén így végigvinni. Ugye van amikor reklám van, majdnem kimondtam, hogy sok. Reklám van, de ingyenesen lehet nézni a tévét. Aztán van az előfizetés, ses megoldás, de azért van benne egy kis reklám. És van az előfizetéses csak, és reklámmentesség. Hát mindegyiknek megvan az előnye, meg a hátránya. De vajon, és akkor ez megint még a Henrikhez tartozik, ez egy nagyon izgalmas állapot. Azt hiszük, hogy most a következő lépés az lesz, hogy ezek a VOD szolgáltatók, Netflix, ezek majd itt eluralkodnak. Hát, nem olyan nagyon biztos, mert a Netflixnek az új üzleti modellje, amivel ilyen hatalmas lett, főleg a pandémia által, mekkora ötlet volt, nem? Hogy a HD-t levitte egyel kisebbre, és mindig gyakorlatilag mindig lehet nézni a filmeket. Na, de hát azért a stúdiók is nézik, ugye, ezt ne felejtsük el, a stúdiók is nézik azt, hogy mit csinál a Netflix, miért adja ő oda a Netflixnek, és akkor megváltozik az egész értékesítési lánc. Régen megcsinálta a Warner, megcsinálta a filmet, az bement a mozikba, aztán a DVD-be, aztán a prémium szolgáltatás, és akkor így ment egyre jobban az ingyenesség felé. De ma már, és ez egy nagyon fontos dolog, a médiafogyasztó, reklámfogyasztó, médiafogyasztó, és a tartalom előállító és adó között, vagy terjesztő között lerövidül. Közvetlenebb lesz a kapcsolat. Hát amikor a Netflix majd a saját műsorait adja, már most is adja, de a Warner vagy a Disney rájön arra, hogy elindítja a sajátjait, és majd nem a Netflixnek adják, akkor csak egy kérdést teszek föl. Los Angelesben a televíziók milyen filmeket fognak vásárolni, és hol? No, hát ennyi duma után megkérem az én Kuruc Imre barátomat, és kérlek szépen, tartsd meg az előadásodat. Köszi szépen, köszöntök én is mindenkit. Hát ahogy Ákos is mondta, izgalmas, friss adatokat hoztam, mégpedig egy olyan kutatásból, ami azt vizsgálta, hogy a tartalomfogyasztásra milyen hatással volt a pandémia, meg egyáltalán átalakította, változtatta a tartalomfogyasztási szokásokat. Ezt fontos azért megemlíteni, hogy ezt a kutatást internetezők, a magyar internetezők körében végeztük el. Ugye ez is most már, hogyha azt nézzük, hogy csak a 18 év feletti internetezőket nézzük, ott is már a penetráció már verdesi a 80%-ot. Ha az aktív korosztályt nézzük, akkor meg bőven 90% felett van. Közel 6,5 millió felnőtt internetező van Magyarországon, tehát egy óriási tömegről van szó. Azért hangsúlyozom mégis ki ezt, mert szerintem azért jó úgy figyelni ezeket a tartalomfogyasztási adatokat, hogy itt olyanokról beszélek, akik egyébként rendszeresen jelen vannak az online világban is. Például kifejezetten érdekes szerintem, hogy miközben ezek az emberek rendszeresen digitális tartalmakat, internetet használnak, azért a tévénézés ebben a körben, tehát az internetezők körében is még ott van egyértelműen az élbolyban, amikor a tartalomfogyasztásról beszélünk. Háromnegyede az internetezőknek, a magyar internetezőknek még legalább heti rendszerességgel néz tévét, és több mint 50% azoknak az aránya, akik minden nap leülnek a képernyő elé, és a tényleges akkor menő tévéműsort nézik. Ebben a számban egyébként egy pici, hogyha mondjuk a 2-3 évvel ezelőtti adatokhoz viszonyítjuk, akkor látunk egy valamekkora csökkenést, ugyanakkor majd azt látni fogjuk, hogy a pandémiás helyzet viszont ezt a kis csökkenést valamelyest megfordította, de szerintem ez a 74%, amit most láttunk a kutatásból, ez meglehetősen magas. Főleg, hogyha még azt is hozzáveszünk, hogy folyamatosan nő azoknak az aránya, akik a tévéműsorokat vagy az interneten követik, vagy visszanézik az interneten, tehát tulajdonképpen ugyanúgy tévéműsorokat fogyasztanak, csak más platformokon. Két olyan platform van a mi felosztásunkban, ami megelőzi a tévénézést, e tekintetben, tehát nagyobb a távora, mint a tévénézőké. Ez az online hírportálok, magazinoknak az olvasása, ami egyébként megint csak a pandémia alatt egy picit előtérbe került, hiszen jobban faljuk a híreket most ebben az időszakban talán, mint korábban, illetve talán nem meglepő módon a közösségi média használat,
86%-át, kis túlzásra mondhatnánk, majdnem minden magyar internetező használ valamilyen social media platformot, és 72% naponta felmegy ilyen felületekre. Két dolgot emelnék még ki, ahol viszont a növekedés izgalmas és érdekes, ez a streaming, főleg egyébként a fizetős streaming, ahol most már 22% az, aki heti rendszerességgel valamilyen fizetős streaminget fogyaszt, tehát itt a növekedés az, ami érdekes, illetve ugyancsak a növekedés érdekes a podcast esetében, ami még azért mindig egy nis dolognak tekinthető, hiszen még azért nagyon szűk az a réteg, aki podcastet hallgat, de már meghaladja a 10%-ot azoknak az aránya, akik legalább heti rendszerességgel valami ilyen jellegű tartalmat is hallgatnak, fogyasztanak. Ugye ez izgalmas kérdés nyilvánvalóan, vagy érdekes kérdés, hogy mekkora tábora van az egyes platformoknak, de talán még érdekesebb, hogyha azt vizsgáljuk, vagy azt nézzük meg, hogy mennyi időt töltünk ezeknek a tartalmaknak a fogyasztásával, és hogy elképzelünk egy fiktív médiafogyasztót, fiktív tartalomfogyasztót, ami megtestesíti az összességét a magyaroknak, vagy ebben az esetben a magyar internetes társadalomnak, és ezt nézzük meg, hogy az ő idejük, ennek a fiktív fogyasztónak az idejét, a szabad idejét hogyan töltik ki az egyes tartalmak, akkor megint csak nagyon érdekes dolgokat láthatunk. Azt látjuk, hogy nagyjából az egyötödét ennek az időnek a tévénézés tölti ki, egy másik egyötödét pedig a közösségi média használat. Tehát gyakorlatilag az időnk 40%-át ezzel a két dologgal töltjük, és a maradék 60%-on osztozik minden más tartalomtípus. Amit talán még érdemes így, hogyha összeadogatjuk ezeket a számokat, azt látjuk, hogyha egyéb audiovizuális tartalmakat vizsgálunk, például a streaminget, a videó megosztóknak a látogatását, nézését, vagy akár, amit az előbb említettem, hogy tévéműsorokat nézünk vissza az interneten keresztül, és hogyha ezeket így szépen összesítjük, összegezzük, akkor jön ki körülbelül annyi idő, amennyit a tévénézésre fordítunk. De ebből is látszik, hogy azért a tévénézés még nagyon dominálja azt az időt, amit tartalomfogyasztásra szánunk. És hogy mennyi ez az idő? Hogyha összegezzük, ugye ezt egy megkérdezéses kutatás volt, és azt arra kértük a válaszadókat, hogy becsüljék meg, hogy az egyes tartalmakra mennyi időt szánnak, és hogyha ezt összegezzük, akkor hetente kb. 66 óra jön ki, amit hogyha leosztunk, akkor naponta átlagosan 9 óra 25 percet kapunk. Ugye itt ez nem kevés. Hogyha azt nézzük, hogy 8 óra munka, 8 óra szórakozás, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, akkor mondhatjuk, hogy a 8 óra szórakozásra jut 9,5 óra tartalomfogyasztás. Ráadásul, hogyha itt talán kicsit már, amit Ákos felvetett a bevezetőjében, hogy az emberek ezt mennyire tudják, vagy mennyire akarják egyáltalán elárulni, hogy ők mennyi tartalmat fogyasztanak. Azt gondolom, hogy a szándék az egyértelműen megvan bennük, mégis az a tapasztalat, hogy ezt jellemzően alulbecsülik az emberek, hogy mennyi médiát fogyasztanak, mennyi tartalmat fogyasztanak. Egyrészt azért, mert a tudatos fogyasztás az nem mindig ugyanannyi, mint amennyi a tényleges. Másrészt meg igen, az ember azért sokszor ezeket még maga előtt sem vallja be, hogy mennyit ül a tévé előtt, vagy mennyit facebookozik. Tehát ez a 9,5 órát nyugodtan vehetjük egy ilyen alsó értéknek, tehát ennél azt gondolom, hogy inkább csak több lehet a valóság. Minden esetre, hogyha ezt nézzük, hogy ennek kéne 8 órára jutni, akkor is már így felvonhatjuk a szemöldökünket. Természetesen arról van szó, vagy ennek több magyarázata is van, hogy miért férhet bele ennyi időbe ennyi tartalomfogyasztás. Az egyik nyilvánvalóan az, hogy ezeket a tartalmakat nagyon sokszor párhuzamosan együtt fogyasztjuk, és most nem csak arról van szó, hogy zenét hallgatunk, miközben internetezünk, hanem akár képernyőkből is többet használunk egy időben. Mondok erre egy példát, 45% elismeri, tehát be is ismeri, hogy ő rá kifejezetten jellemző az, hogy tévénézés közben szokott internetezni. Tehát ezt a két tartalmat egyértelműen együtt fogyasztja. Más kérdés, hogy egyikre másikra mekkora figyelem jut ilyen esetben. A másik dolog, ami amögött állhat, hogy ilyen sok idő jut a tartalomfogyasztás, amiközben a szabadidőnk nem biztos, hogy egyáltalán ezt a 8 órát kiteszi a valóságban, az, hogy gyakorlatilag azáltal, hogy ott van mindenkinek a zsebében, táskájában legalább egy mobil eszköz, de adott esetben még több is, így gyakorlatilag 0-24-ben van lehetőségünk tartalomfogyasztásra. Tehát nem feltétlenül csak abban az időben, amit szórakozásra szánunk, vagy amit mi szabadidőnek gondolunk,
hanem akár munka közben is előkaphatjuk a mobilunkat, megnézhetünk gyorsan egy videót, vagy akár természetesen utazás, várakozás közben, amit az ember nem szabadidőként él meg. Tehát ilyen értelemben a tartalomfogyasztás az áthatja az egész napunkat, és nem csak bizonyos időszakokra korlátozódik. És hogy élünk is ezzel a lehetőséggel, azt mutatja, hogy alapvetően rugalmasan is kezeljük ezeket az eszközöket. Kicsit túlzóan azt is mondhatjuk, hogy majdnem mindegy például, hogy milyen eszközön nézünk bizonyos audiovizuális tartalmakat. Természetesen azért vannak különbségek. Például rövidebb videók esetén lehet mondani azt, hogy kompatibilis egymással mondjuk a számítógép vagy a laptopnak a képernyője és az okostelefonnak a kis képernyője. Nagyjából ugyanolyan valószínűséggel nézünk egy rövid videót meg laptopon vagy okostelefonon, de például már azért hosszabb tartalmak, filmek, sorozatok, vagy hosszabb tévéműsorok esetén azért természetesen az okostelefonnak a szerepe valamelyest csökken. Itt már ugye egyértelműen vagy számítógépen, laptopon nézzük meg az ilyeneket, vagy még jobb, hogyha ki tudjuk tenni egy nagyképernyős tévére, és aztán egy igazán nagyképernyőn élvezhetjük kedvenc filmünket vagy sorozatunkat, de azért azt látjuk az adatokból, hogy az emberek többsége, több mint 50%, azért legalább alkalmanként szokott ilyen hosszabb tartalmakat is a kis mobiltelefonján, mobilkészülékén megnézni. Tehát ha nincs más lehetőség, akkor az emberek többségének reális alternatíva, hogy az okostelefonját veszi igénybe ilyen esetben is. Úgyhogy látszik, hogy ott is van nálunk a mobileszköz, és használjuk is abban az esetben, hogyha tartalmat akarunk fogyasztani. És akkor, amit a bevezetőben is mondtam, hogy meg az előadásnak a címében is szerepel, hogy hogyan alakított át a pandémia a tartalomfogyasztásunkat, arról azért még mutatnék pár adatot, információt. Általában véve azt lehet mondani, hogy ugye azzal, hogy bezárkóztunk a lakásunkba, az otthonunkba, és kevesebbet mozdulunk ki otthon, talán logikus is, hogy tulajdonképpen hogy általában véve nőtt a tartalomfogyasztásra szánt idő, és tulajdonképpen az összes tartalom típus esetében megfigyelhetünk valamiféle növekedést. A pandémia a növekvő trendekre értelemszerűen ráerősített, tehát meg felgyorsultak ezek a trendek, de vannak olyan trendek, ugye például a tévézést említettem, ahol inkább egy ilyen kis csökkenést figyelhettünk meg. A pandémia egy évében ott is egy ilyen újra egy növekedés láthattunk. Tehát a tévézés, a természetesen a hírportálok, online forrásoknak a fogyasztásában számottevő növekedés lehetett megfigyelni, de ugyanez igaz a videós tartalmak fogyasztására, vagy bármilyen film, illetve sorozatnézésre legyen a streaming, vagy letöltött tartalmaknak a megnézése. A legnagyobb növekedést azonban a social media esetén érezték a magyar internetezők, ami hát elgondolkodtató, hiszen tudjuk, hogy a social media használat, fogyasztás már eddig is az eget verdeste, és érzik is egyébként a fogyasztók, használók, hogy talán már túl sokat is használják ezeket a platformokat, most a pandémia ideje alatt ez tovább tudott nőni. Ami talán viszont izgalmas kérdés a jövőre vonatkoztatva, hogy mennyire lesznek tartósak ezek a növekedések az egyes platformok esetében. Hát ugye itt nehéz ezt megbecsülni, nehéz ezt megjósolni. Alapvetően két dologra lehet támaszkodni, a pandémia előtti trendekre, illetve arra, hogy milyen attitűd jellemzi most az embereket ezzel kapcsolatban. Hát az utóbbiról azt lehet mondani, hogy a többség, a megkérdezettek többsége úgy érzi, hogy nem fog majd teljes mértékben visszatérni a pandémia előtti szokásaihoz, tehát valamelyest nyomot hagy a tartalomfogyasztásán ez az időszak. Nyilvánvalóan nem minden platform esetében egyformán, tehát azt látjuk, hogy például ott a social media esetében történt nagyobb növekedés, azért vissza fog valamelyest csökkenni, de ugyanez igaz lesz a tévénézésre is, mondjuk a hírfogyasztásra is. Viszont a filmek, sorozatok nézése, meg úgy általában a streaming esetében számíthatunk arra, hogy a most bekövetkezett növekedés az tartós lesz, tehát sokkal inkább megmarad, mint más platformok esetében. Tehát azt lehet mondani, hogy aki mondjuk a pandémia alatt bezárva az otthonába úgy próbálta ezt a helyzetet enyhíteni, hogy előfizetett mondjuk például a Netflixre vagy az HBO Go-ra, akkor ő valószínűsíthetően akkor sem fogja visszamondani az előfizetését, amikor majd újra kiszabadulnak az emberek, és lehet otthonunkon kívüli szabadidős programokat is sokkal szabadabban szervezni majd. Úgyhogy e tekintetben talán
ez a streaming platformok profitálhatnak hosszú távon leginkább ebből az egyébként nem túl kellemes pandémiás időszakból. Köszönöm a figyelmet. Szépen köszönöm. Hogy legyen ez az első kérdésem. Négy vendégem van. Egy kutató, egy tudományos kutató, egy üzletember és egy marketing szakember. Hogy kérdezzem meg kapásból, szerintetek mindenki a saját szemszögéből, mi lesz a figyelem gazdaság és a figyelem gazdálkodás legfontosabb feladatai? És akkor, ha kérete, menjünk sorrendben, Kuruc Imre, Guld Ádám, Mérő Ádámmal és Schneider Henrikkel. Hát én azt gondolom, hogy itt most ugye azt láttuk, hogy nagyon sok mindent használunk, és hát én mondtam ezt a 9,5 órát, de valószínűleg, hogyha itt tényleg mérnénk az emberek viselkedését, akkor akár ennél egy nagyobb számot is kaphatnánk. Itt nyilvánvalóan azok, akik ezekre a platformokra koncentrálnak, szeretnék elérni a fogyasztókat, nekik azért nagyon fontos információ lenne, hogy és amire mondjuk egy ilyen kutatás valamelyest tud választ adni, de ez nem egy mérés. A mérések viszont ma még nem igazán tudnak választ adni, azt, hogy milyen egész pontosan a kereszthasználat ezek között a platformok között. Tehát látjuk azt, hogy nagyon erős, aki tévézik, az természetesen internetezik is, videós tartalmakat fogyaszt, mobil telefont használ, de azt, hogy ezt valahogyan, és azt gondolom, hogy ez minden hirdetőnek, meg mindenkinek, aki szeretné megragadni ezeket a célcsoportokat, elérni ezeket a célcsoportokat, egy fontos fejlesztés és egy fejlődés lenne, hogyha ezt az összes platformot láthatnák egy nagy mérésben, és gyakorlatilag úgy tudnának célozni a célcsoportokra, hogy az a leghatékonyabb legyen, és a legnagyobb szeletét érhessék el a célcsoportjuknak, lehetőleg a legkisebb költséggel, hiszen akit az egyik platformon elérnek, azt nem biztos, hogy a másik platformon már bombázni kell a hirdetésekkel és az egyéb tartalmakkal. Ez szerintem egy nagy kihívás. Itt egy nagyon-nagyon fontos dolgot mondták ki, hogy nem a médiát kéne mérni, hanem az embert, a fogyasztót kéne mérni. És nem 2000, hanem mondjuk 8000, most mondtam, persze kibisznek semmi se drága pálya széléről, és mindenkire föltenni egy okos szemüveget. És azt nézni, hogy ez a 8000 ember mikor mit hallgat, mikor mit néz, gyakorlatilag ezeket a beazonosító szoftvereket már készítik. Na, de ne menjünk előre, egy csípet ültetni mindenkinek a fejébe. Hát ugye, hogy nem eljuthatunk akkor a... És hogyha elvesznék egy görbe éjszakán, akkor csak le kell olvasni, és meg tudják mondani a taxisnak, hogy hova vigyen hozzá. Ugye erre gondoltam? És az igazi chip nyilván az lenne, ami azt is tudná, hogy nem mi az, amit fogyasztottam, hanem mi az, amit szerettem volna fogyasztani, milyen tartalmat, de végül nem volt bátorságom, vagy merszem. Jó, ez már tényleg... Hát ez már gondolatrendőrség. Álljunk le. No, hát akkor menjünk is tovább. Guld Ádám barátom. Azt gondolom, hogy a fogyasztók a befogadók oldaláról érdemes közelíteni. Én is ezen a területen látom pillanatnyilag a legnagyobb kihívást. Egyre nehezebb megérteni és lekövetni azt, hogy ki, mikor, milyen tartalmakat és miért fogyaszt. Ugye most figyelemgazdaságról beszélünk, de hát ennek az egész kérdéskörnek a legnagyobb problémája és kihívása jelenleg a figyelem hiány, vagy a figyelemnek a minőségének a megváltozása. Ugye nagyon sok ideje beszélünk arról, hogy a tömeges online média használat totálisan átalakította a figyelem minőségét, a figyelem koncentrációnak a jellemzőit, sokkal több tartalmat fogyasztunk, sokkal rövidebb idő alatt, viszont ez a figyelem, illetve ez az elmélyültség, amit ezekre a tartalmakra fordítunk, az viszont egyre kisebb. Ennek megfelelően mindenki óriási kívásokkal küzdik akkor, amikor a fogyasztóknak a figyelmének megragadásáról beszélünk. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ezt a vonalat lehetne, vagy kellene erősíteni, óriási kihívás. Azt gondolom, hogy még jobban megértsük a fogyasztókat, még inkább mögé lássunk a döntési folyamatoknak. Erre vonatkozóan nagyon sokféle elképzelés van, ugye, amit említett Ákos is, tehát ezek a különböző, akár testre szerelhető digitális eszközök, amiknek a mérési folyamata azért nagyon sokféle etikai vagy akár jogi problémát is felvethet napjainkban, de valahol majd a megoldás azt gondolom, hogy mégis ebbe az irányba fog mutatni, hiszen a jelenlegi mérési eszközök, akár például online lekérdezés is, hogy említettük is ezt talán, azért nagyon komoly torzítási lehetőséget rejt magában. Köszönöm szépen, közben azon gondolkoztam, hogy
hogy hát azért pillanatnyilag azért haladnunk kéne, és hát a kutatásból is, amit az Imre bemutatott az előbb, az azt mutatta, hogy a közösségi média lőtt ki, én ezt máshogy fordítom, globálisok kilövése, és hát én már eleve rettegek, amikor az MRS újra befogja, vagy idén bemutatja a 2020-as reklámköltéseket, és azt fogjuk látni, hogy a reklámtort az aprózódott, és valójában egy valakinek nőtt, de brutálisan a többiek kárára a bevétele, az, aki kiviszi az országból a pénzt, ugye négy nélkül itt a két globálisra gondolok. Na, de igen, parancsoljál Imre. Hogy azért hadd védjem meg az embereket, azért nyilván egy ilyen szituációban, amikor az emberi kapcsolatok korlátozottak, szerintem azért megbocsátható, hogyha a közösségi médiában talán több időt töltenek. Itt nyilván a kérdés inkább az, hogy már a pandémia előtt az a hatalmas média, a hatalmas közösségi média használat, vagy ez a rengeteg idő, amit ott eltöltöttek, az volt, az indokolt volt-e. Mi azt látjuk, hogy az emberek érzik azt, hogy adott esetben ez már túlzás, amit akár a közösségi médiában, akár a mobiljukkal töltenek. Mérő Ádám, figyelemgazdaság a ti szemszögetedből, a marketing szempontból. Hogy mondjam, nálad kiemelten ezt a szót, figyelemgazdálkodás. Mi lesz a legfontosabb feladata? Tiéd a szó, Ádám. Egy mondattal az előző filozófálgatásra hadd kanyarodjak vissza, te hoztad föl, ugye Ákos, hogy a fogyasztót kellene mérni. Egyébként ugye ez részben már történik. Itt ugye az a kérdés, hogy ezt a területet ki fogja monetizálni. Tehát ugye beszélünk itt a wearable dolgokról, beszélünk itt lényegében a mobiltelefonunkról, hogyha a fogyasztó viselkedésének a mérését akár az általatok említett chippel, vagy egy szemüveggel, vagy bármilyen ugye viselhető technológiával valaki minél jobban tudja monetizálni, az onnantól kezdve ugye mindent tudni fog a fogyasztótól, és onnantól kezdve teljesen indiferens lesz, hogy egyébként különböző médiacentrikus kutatások mit mérnek, hiszen a legautentikusabb fogyasztói viselkedésről szóló információt meg fogjuk kapni, de ez csak itt zárójel bezárva. Nyilván nekünk is, mint hirdetőnek, vagy mint marketing cégnek, az lenne az elsődleges, hogy tudjuk, hogy a fogyasztó mit csinál, hogyan viselkedik, és ebből a szempontból ez teljesen nem teljesen semleges, de hogyha picit leegyszerűsítem ezt az egész sémát, akkor azt, hogy ez milyen eszközökön teszi meg, az ebből a szempontból akár teljesen semleges is lehet. Tehát igazából persze ez nyilván nem jó, hogy a világ globális digitális reklámköltésének a 48,1%-a az ugye a Google-nél koncentrálódik, tehát ez alapvetően nem jó senkinek, és ugye beszéltetek a figyelem fragmentációjáról, ugye az történik, hogy azt az egységnyi figyelmünket elvonjuk más korábbi klasszikus médiatípusokról, és szétszórjuk egyéb, itt már a Kovács András Péter által is felsorolt prezentációban Netflix, közösségi médiák, nagyjából kicsit leegyszerűsítem, tényleg annyi, meg esetleg hírszájtok, körülbelül már erre koncentrálódik egy médiafogyasztás, tehát igazából ugye az történik, hogy az egységnyi figyelem egyre kevesebb kézben lévő média tulajdonoshoz vándorol. És ezért mondom azt, hogy nagyon fontos lesz, hogy ezeket a fogyasztói adatokat igazán majd ki tudja monetizálni, mert hogyha most őszintén a szívünkre tesszük a kezünket, és picit kivesszük a hírszáj fogyasztást a médiafogyasztási szokásainkból, akkor szerintem nagyjából 3 vagy 4 média tulajdonossal átlagban leírható az a tartalomfogyasztási ökoszisztéma, amiben nap mint nap viselkedünk. Hogyha a gyerekeimre nézek, ez még egyszerűbb, mert ott még a hírszájtokat se kell mellé tennem. Tehát ez ennek a paradox volta, hogy ez a figyelemgazdaság ugyan fragmentált figyelmet jelent, és egyre kevésbé elmélyült figyelmet, ahogy az Ádám is mondta az elején, csak hogy ez ugye egyre kevesebb nagy szereplő között oszlik meg. Én azt gondolom, hogy ezt a fajta irányt nem fogjuk tudni lelassítani, és hát hiába mondogatjuk, hogy minket nem ér el, azért meg kell nézni az elmúlt éveknek a fejlődését, a reklámköltéseit elég egy irányba mutatnak. Jó, hát menjünk tovább. Schneider Henrik, szerinted a figyelemgazdaság, mi a legfontosabb feladata, főleg üzleti szempontból? Így van, nagyon-nagyon sok olyasmit hallottunk, amit én inkább egy másik perspektívába tennék. Ugye a figyelemgazdaság, van a figyelem része, meg a gazdaság része. Ugye pont amiről itt a többiek is beszéltek, miről szól, a figyelmet próbálom gazdaságilag munkára fogni. Mi ennek az eredménye? Eltérő figyelmekből, én eltérő szorzókkal tudok
pénzt csinálni, hiszen gyakorlatilag a figyelem gazdaság az nem más, mint hogy figyelem, amit percben mérek, ezért van a fogyasztó, mit csinál, próbálja a saját oldalát ennek kapitalista alapelvekhez visszamenve növelni, párhuzamosan használ dolgokat, az idő az néhány relativisztikus helyzetől eltekintve azért egy relatív stabilan haladó dolog, párhuzamosítani tud, ő így növel. Hogy növel a gazdaság? A gazdaság úgy növel, hogy abba az irányba migrál, ahol az adott időt a legnagyobb szorzóval tudja pénzé váltani, és szerintem a legizgalmasabb kérdés azon kívül, hogy az egész mérési rendszer éppen ezért tényleg abból indul ki, hogy az időt hogyan mérjük, milyen ráhatása van a két szereplőnek egymásra, és azt hiszem valahol az én szemszögemből pont ezt nézzük kutatási meg marketing oldalról is. Vajon azok a szereplők, akinek a kezébe összpontosul a pénz, képesek-e ezt arra használni, hogy tovább összpontosítsák ezt a nézetet azzal, hogy egyre több olyan tartalmat gyártanak, ami ilyen szorzóval váltódik forintra, vagy pedig ez megmarad a szabadságfoka és a döntése és a demokratizáltság ennek világnak. Az, hogy a fogyasztó mondhatja, hogy figyelj csak, én ebből a típusból nem akarok 70%-nál többet, mert nem érdekel, akkor se, ha neked ez termeli a legtöbb pénzt, és legfőbb elkezdem lecsökkenteni, és ennek egy nagyon-nagyon érdekes balansza van, ami mérés, gazdálkodás és szabályozási kérdés is. Úgyhogy nem véletlen, hogy nagyon sok média terjesztési dolog alapvetően szabályozásként végzi, hiszen nagyon könnyen alakulnak ki szélsőséges monopól helyzetek bármelyik oldalon. Gulda Ádámtól szeretném kérdezni, hogy te ugye nagyon sokat foglalkozol a generációkkal. A 15 évesek 5 év múlva 20 évesek lesznek, a 20-asok 25-ök, na, nem folytatom tovább. Ki hogy szocializálódik a médiába? Hogyan alakulhatnák át a generációk médiafogyasztási szokásai az idő előre haladtával? Gondolok ugye itt a szocializációra, a korosodó generációra. Hogyan vizsgálsz, milyen szempontok alapján? Nagyon izgalmas a kérdés, már csak abból a szempontból is, hogy egyébként maga ez a generációs diskurzus vagy érvelés, ez nem is olyan régóta van jelen a médiakutatásban, nagyjából 10 éve lehet azt látni, hogy nagyon sok szempontból ezeket a generációs elméleteket használjuk, amikor például a médiafogyasztást akarjuk magyarázni. És amikor nagyjából 10 éve elkezdtünk ezekkel az elméletekkel dolgozni, akkor az volt az alapvető trend, hogy generációk szerint szépen külön lehet választani azt, hogy ki milyen tartalmakat fogyaszt, ugye az eredeti elnevezések alapján mondjuk a Z vagy Y generáció is nagyon erőteljesen azáltal volt behatárolható, vagy meghatározható, hogy milyen típusú média környezetben szocializálódott, és milyen jellegű tartalmakat fogyaszt. Na most az utóbbi 3-4 évben azért ennek a kritikája erősen megjelenik, felerősödik, mégpedig azért, mert azt látjuk, hogy egyébként a generációk média használata egyre inkább egymás felé tendál. Tehát egyre jobban azt látjuk, hogy a középkorosztály, vagy akár az idősebb generációknak a médiafogyasztása is megjelennek azok a mintázatok, amik mondjuk 6-8 évvel ezelőtt inkább csak a fiatalok esetében voltak jellemzőek. Tehát úgy látjuk, hogy egy inkább összetartó fejlődés van sok esetben, sem mint hogy szét lehetne szépen szálazni generációk alapján az, hogy ki mit hol fogyaszt. Egy másik nagyon fontos jellemző, amire egyre inkább reflektálunk, az az, hogy maga a születési időpont, illetve az életkor mellett nagyon erőteljesen megjelenik az életív típusú érvelés, vagy az életív típusú fogyasztás megközelítés, ami pedig arról szól, hogy egész egyszerűen különböző életszakaszokban, különböző életkorokban az embernek igen komoly változáson megy keresztül a médiafogyasztása. Ugye az egyik legnagyobb változás az pont egyébként a, mondjuk az egyetemisták esetében a 24-25-26 éves kor között áll be. Ez az időszak, amikor ők végeznek az egyetemen, ugye azt megelőzően még viszonylag sok szabadidejük van, mondjuk a kollégiumban eltöltött délutánok, vagy a barátokkal eltöltött filmes esték, aztán belépnek a munkaerőpiacra, rögtön megváltozik ugye az élethelyzet, a feladatok átalakulnak, ezzel párhuzamosan csökken a szabadidő, és rögtön ez lecsapódik a médiafogyasztásban is. A következő óriási nagy váltás pedig, amikor összeházasodnak, családot alapítanak, gyereket vállalnak. Ezek a legutóbbi, még nincs egy éves az utóbbi kutatás Magyarországon is, az NMHH ezt elvégezte, ezek azt mutatják, hogy például ebben az élethelyzetben a televíziónak a szerepe megint felértékelődik, pont az előző alapján említett okok miatt sok választási lehetőség helyett egy olyan készen tárcán kínált tartalmat szeretnek fogyasztani ebben az életszakaszban az emberek, ami elé tényleg csak le kell huppanni egy fotelre és egész egyszerűen megnézni azokat a kész tartalmakat. Tehát összességében, hogyha össze akarnám foglalni, akkor az látszik, hogy a generációs érvelés változatlanul jelen van a médiakutatásban, nagyon sok esetben magyarázó erővel bír, de egyre kritikusabbak vagyunk ezzel kapcsolatban, hiszen a fogyasztói szokásoknak a lekövetése az azt mutatja,
mutatja, hogy pusztán a generációkon kívül nagyon sok más tényező befolyásolja azt, hogy ki mikor milyen tartalmakat fogyaszt, milyen preferenciákkal rendelkezik. Köszönöm szépen. Hát boldog lennék, hogy itt sejtetted, hogy a televízióhoz visszatérünk, hogy az agy az egy lusta húsdarab, ahogy a Kap mondta, hogy nem szeretünk sokat választani, és csak lepolni a fotelba. Milyen jó lenne, hogyha televíziózás visszajöhetne majd a, mondjuk úgy, hogy megfelelő versenytársa lenne a globálisoknak. Mérő Ádámtól szeretném kérdezni, hogy tehát már beszéltünk arról, hogy már nem elég a figyelem, kell a tudatosság, az elismerés és a cselekvés. Ádám, szerinted miképpen kell változnia egy marketing szakember alapvető gondolkodásmódjában? Igazából a erősebbnek kell lenni tehát a fogyasztócentrikusságnak, bocsánat, csak mindig angolul jutnak eszembe a dolgok a szemléletében, és gyakorlatilag szerintem komoly marketing cégnél dolgozó és valódi üzleti kommunikációs marketing sikerekre vágyó marketinges egész egyszerűen nem engedheti meg magának már, hogy ne adatalapon döntsön. Nyilvánvalóan ezt mantrázzuk persze évtizedek óta, de gyakorlatilag különösen itt a cookie kivégzés, vagy a harmadik feles cookie kivégzés, igen, nem akartam megint angolul mondani, azért torpantam megint meg a mondani valommal, mégiscsak egy magyar beszélgetésben vagyunk, feldereng a horizonton, egész egyszerűen fel kell építeni azt az ökoszisztémát, fel kell építeni azt az infrastruktúrát, ami ami ezt a mérhetőséget biztosítja, a célokat, ez alapján kell megfogalmaznia, egyértelmű korrelációt kell megfogalmazni a marketing és az üzleti céljai között, és szerintem egyre kevésbé engedheti meg magának azokat a típusú toposzokat, amik még mindig velünk vannak, hogy hát ez szokott működni, az szokott működni, végül is ez egy biztonsági megoldás, a múltban is az így volt. Én úgy gondolom, hogyha ezzel a típusú, jelenleg talán még kényelmes, de szerintem egyre inkább kényelmetlenné váló mindsettel, és most megint angolul beszéltem, próbál stratégiát építeni az elkövetkezendő években, akkor, hogyha későn ébred, vagy a többiekhez képest későn ébred, akkor azt gondolom, hogy a lemaradása az ugye exponenciálisan fog nőni, mert mindenki azért harcol, hogy ezek fölött, az értékes adatok fölött diszponáljon, mégpedig olyan módon diszponáljon, hogy utána valós értéket tudjon belőlük kivenni, ne csak ugye tárolja ezeket az adatokat, vagy elmondhatja magáról, hogy tárolja ezeket az adatokat. Tehát szerintem ez lesz itt igazán a nagy verseny, és én egész őszintén azt látom, hogy kevés kivételtől eltekintve, és sajnos ez a kevés kivétel is főleg médiatulajdonosi oldalon van, és a nagyoknál, hadd ne soroljam itt őket, nem igazán, a hirdetők nagy része nem igazán felkészült erre. És nem tudom megszámolni azon naponta kapott hírlevelek számát, akik arról beszélnek, hogy hé, marketingesek, készüljetek föl erre, mert ez jön, és gyorsabban jön annál, mint amire gondoltak, de igazából nagyon sok esetben azon kívül, hogy workshopokat rendezünk róla, meg ezekről a dolgokról beszélgetünk, sajnos sok esetben nem igazán történik semmi, vagy ami történik, az valószínűleg nem kellő tudatossággal, vagy nem kellő dinamizmussal történik, és ez tényleg nagyon nagy kérdés, hogy ebben kinek mennyi lesz a lemaradása. Persze mindez iparág függő is, de talán ez a legfontosabb, illetve bocsánat, tudom, hogy renitens vagyok ma, csak mindig annyira inspirálnak az előző beszélőknek a gondolatai, hogy visszakanyarodnék oda, hogy lehuppanunk. Ugye megint valaki mondta ezt a szót, hogy lehuppanunk. Én azt is látom ebben a fragmentálódó, de mégis leegyszerűsödő médiafogyasztásban, hogy egyre kevésebb ugye a fogyasztói tudatosság benne, mert egyszerűen nincsen energiánk arra, hogy tudatosan válasszuk ki. Tehát nem az van, hogy felcsapom a HVG-t, ugye a szellemrovatot akarom elolvasni, igaz? A szellemrovatból a második cikket akarom elolvasni Verdiről, hanem arról van szó, hogy lehuppanok, és ugye 6 darab screenshot ott van a Netflix képernyőmön, és valamelyikre rábökök, mert egész egyszerűen ez van nekem felajánlva. Ugye ez van nekem felajánlva, és a figyelemgazdaság, vagy az egységnyi figyelem, ami fölött diszponálok, a kérdése, hogy melyik tartalomhoz fogok oda nyúlni. És ez szerintem tényleg gyökeresen különbözik attól, ami 8-10 éve volt, amit az Ádám is mondott erre a kutatásra hivatkozva. Úgy picit csapongva, de nagyjából ez a válasz. Igen, egy kicsit csapongva én is válaszolnék rá. 2022-ben szerintem a gyarmatosítás, ez egy kis konteó, vagy összeesküvés elmélet, nem véletlenül a harmadik feles kukikat eltörli a Google most már a Chrome-ból is, és ebben gyakorlatilag a remarketing és egyéb.
ezt akkor fogja, erről már volt adásunk a Reboot Hungary-n a YouTube csatornánkon, vissza lehet nézni, gyakorlatilag akkor fogunk ezen változtatni, amikor már rohadtul fáj. Addig meg járunk a workshopokra. Melyik média platform, média típus tudja a legjobb adatokat szolgáltatni? Mert hogy ahogy te mondtad, az exponencia, az mindenhova. Az exponencia törvénye, az a gyorsulás törvénye, az internetben egy év, az hét kutyaévnek felel meg. Tessék kérem elhívni, 2022-ben, amikor a third party cookie-kat tényleg eltörlik a Chrome-ból is, azok fognak győzni, akiknek piszok sok jó minőségű adata van. Ádámtól, Mérő Ádámtól lenne még egy kérdésem, attribúciós modellek. Meg tudnád fogalmazni, hogy hol lesz helye? Igazából itt a különböző, egy cégen belül egzisztáló különböző mérési modellek összekapcsolása a legnehezebb feladat. Tehát ebben itt tök őszinte vagyok, nálunk is van többféle attribúciós modellezés, van multitouch modellezés, van last click modellezés, van DMP-nk, csinálunk marketing mix modellezéseket, ezeket kellene egy konzisztens infrastruktúrába real time, teszem hozzá, tehát valós időben összekapcsolni ahhoz, hogy ebből egy önműködtető, önfenntartó, valós alapú döntési ökoszisztémát kovácsoljunk, ez a legnehezebb. Ezek különböző silókban léteznek, különböző régiókban, különböző adatbázisokban. Az egyik itt van, a másik ott van, más a dinamikájuk, akár más az adatforrás, ahonnan ki lehet őket vonni. A legnagyobb kihívás, egyébként ezt a cég meg is fogalmazta a saját digitális transformációjában, az, hogy ebből tudjunk gyakorlatilag egy olyan infrastruktúrát fölépíteni, ami régiófüggetlenül működni tud minden piacon, minden célcsoportra, minden márkára, minden kategóriába, amin versenyzünk. Ez egy embert, ez egy céget, ez egy globális céget próbáló feladat. Szerintem őszintétlen, aki azt mondja, még ha nagy cégnél dolgozik, hogy nem harcol ezekkel. Ezen vagyunk, hogy ezt minél gyorsabban építsük, hogy ezeket a kutya éveket behozzuk, ahogy mondtad az előbb. Schneider Henrik barátomhoz szeretnék fordulni. A tartalom terjesztés fejlődése, azt használjam, ez nem változás, a fejlődését, hogy mondjam, az merre halad kábel TV versus internetes terjesztési lehetőségek közül? Itt igazániból létrejön egy infrastruktúrák harca, és itt ugyanahhoz térünk vissza egyébként, amiről egész nap ma beszél, egész nap ebbe az órába beszélünk, hogy mit néz a fogyasztó, mert ugye ott kell legyek, és sokszor felmerül lesz, hogy ez a tartalom a király, vagy nem király, valójában a király ugye a fogyasztó, néző, előfizető, mindegy, hogy hívom, és a tartalom az, amin keresztül az ő figyelmét megpróbálom megragadni, és az változik ebben a széleskörű média portfólióban, ami most körbeveszi, hogy mihez fordul, hova fordul, és ezt kitől tudja megkapni. És ezt kétféleképpen szokták alapvetően ugye munkára fogni, vagy reklámmódon, vagy előfizetéses módon. Hogyan tud egy terjesztő ebben a világban jól mozogni, és hogyan tud egy médiaszolgáltató jól mozogni? Mind a ketten agregálnak, ugyanaz, amiről egyébként itt nagyon sokan beszéltünk, ha belegondoltok, egy tévécsatorna nem más, mint műsoroknak az agregáltsága, és mind a ketten ajánlunk, gyakorlatilag mi a dobozunkba teszünk egy ajánlórendszert, a lineáris tévé ajánlórendszerét pedig programigazgatónak hívják, aki megpróbálja a minél nagyobb nézettségeket összehozni, és az ajánlókat, és tulajdonképpen ezek nagyon-nagyon hasonlóak. De akkor mi fogja ezt az egészet megkülönböztetni? Mert tényleg nagyon fontos, a fogyasztó nem azért néz valamit, nem azért vigyel, mert növelni akarja a figyelemgazdaság méretét, hanem azért, mert valamit ő jól akarja érezni magát, és ez egy nagyon fontos dolog. Több kell legyen, mint agregátor, mindenki, aki akarja szolgáltatni. Tényleg ez amit a Mérő Ádám is mondott, tehát, hogy ez a fogyasztó központú nézőpont, mi az, amivel én többet tudok adni? Nem csak agregálom a tartalmakat, egy helyre rakom, ajánlok, hanem mindezt úgy próbálom megtenni, hogy tényleg a lehető legjobban találkozzon a nézőnek a preferenciáival, és ebben én annyiban tudok jobb lenni, hogy picit több tranzakciós adatom van arról, hogy mondjuk egy átlag mérésben, hogy egy adott ember mit fogyaszt, ugyanakkor abban vagyok korlátozva, nagyon helyesen, hogy ezeket az adatokat személy szerint nem tudom felhasználni, hanem csak nagy tömegbe tudom felhasználni, és ebben próbálok egyensúlyozni, hogy attól legyek jobb, hogy ugyanazt a, vagy nagyon hasonló kínálatot, amit más terjesztők is tudnak adni, jobban tudjam prezentálni, jobban tudjam kiszolgálni, jobban tudjak mellé rakni dolgokat, és az internet ebben a világban nem az a forradalom, hogy most Netflix jött, hanem az, hogy a Netflix hamarabb alkalmazkodott ehhez,
mint a terjesztők. Aztán lesz majd, aztán beállt a terjesztők mögé, hát nézzétek meg, a rengeteg előfizető a Netflixnek terjesztési együttműködéseken keresztül jön, Hollandiától Amerikán át Magyarországig, nem organikus növekedéssel csak. Úgyhogy nem, én nem hiszek abban, hogy ez feltétlenül a platformok egyöntetű versenye, hanem tényleg a nagyon lassan reagál sajnos a terjesztési klasszikus médiapiac és a klasszikus terjesztési piac, és ezt vagy fölpörgeti, vagy hagyja, hogy a másik fél megnőjön. Tehát kicsit ugye, hogy nem kikerülni akartam a választ, de hát ez rajtunk múlik piaci szereplőkön, hogy ez hova megy. Ez nem egy eldöntött dolog, hanem ha nem csinálunk semmit továbbra se, akkor tényleg el fogja vinni a Netflix meg a Disney Plus a nézőket. Ha belépünk abba a mozgalomba, hogy hogyan tudom a nézőnek jobban akár ugyanazt a tartalmat adni, akkor pedig vissza tudom szerezni azt a piacot, ami részbe átment egyébként arra az oldalra. Az internet szolgáltatóknak, ISP-knek és a kábelesek, kábelfelállomásosoknak, te is most mondtad, mérhetetlen mennyiségű adata van. Itt egyrészt azon sopánkodunk, hogy mérjük jól, másrészt meg van egy piaci szektor, ahol ott vannak a számok. Ez pusztán csak szabályozási kérdés, hogy ezeket a számokat nem szabad felhasználni. Nem lehet ez ellen valamit tenni? Hát most kérdés az, hogy kellene, kérdés az, hogy lehet-e. Tehát ugye, ahol adat keletkezik, azt föl lehet elméletileg használni. De ugye csak gondoljuk csak bele, hogy ki, mikor, melyik televíziódás nézi, az egy nagyon érzékenyen felhasználható adat. Nem véletlen, hogy az, mint a tűztől fél mindenki, és mi is ezt minden formába kerüljük, hogy egyéni emberhez kapcsolódóan felhasználjuk ezt az adatot, mert a politikai beállítottságtól egyéb mindenféle információkra is szert lehet tenni ebből a dologból. És ezt igenis sok szempontból védeni kell. A másik oldalról meg az a furcsa helyzet, hogy akkor tudnám a lehető legjobban kiszolgálni az igényeket, ha én tudnám, és belejutunk egy ilyen buborék beszélgetésbe, mert megint abba az irányba megy, hogy koncentrálódnak, meg elszigetelődnek világok. Itt ebben a részben az adat, a távközlési szolgáltatók adat ellátottságban messze a fölött vannak, szerintem, mint amit felhasználhatnak, és amit felszabad használjuk, és amit fel tudnak használni. És ez egy nagyon érzékeny egyensúly, hiszen nem csak a tévézési szokások, hanem minden távközlési adat egy-egy ilyen kézbe összpontosul akár, és ezzel nagyon óvatosan kell benni. Lenne még két kérdésem, kérlek Henrik, visszaélve barátságunkkal próbálj meg rá röviden válaszolni. Ha a tartalom a király, ki a királynő? Hát a fogyasztó a király és a tartalom a királynő, ez csak ezt tudom mondani. Oké. Az eleinte én benyögtem egy ilyen vizionálást, hogy a Netflix csak egy átmeneti állapot. El tudod képzelni, hogy a Netflix mellett mondjuk egy év múlva, két év múlva lesz még öt Netflix, csak az egyiket Warnernek, a másikat Disneynek fogják hívni? Meghallgattuk a mai napon, öt még lehet, 20 ne legyen, 100 ne legyen. Tehát, hogy ötből még majd lehet választani. Oké. Nagyon szépen köszönöm. Kuruc Imre, egy provokáció lenne. Ha próbáljuk összeadni a különböző méréseket, mérési számokat, akkor általában 24 óra az valójában 48 óra. De hát azért ezt tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát, hogy ez most tényleg jól hangzik egy kicsit bulvárosan. Segíts megérteni. Tehát, hogy hogyha a tartalomfogyasztásra számít, hát összeadjuk, akkor kijön jóval több, mint a... Igen. Hát ez, amire az előbb is utaltam, hogy egyrészt ugye ezeket a tartalmakat párhuzamosan fogyasztjuk, ami nyilvánvalóan lehetővé teszi azt, hogy akár egy időben három tartalom esetében is ketyeg az óránk, miközben nekünk csak egy óránk van. A másik pedig az, hogy tényleg vannak ilyen mikropillanatok az ember életében, amikor talán észre se veszi, hogy tartalmat fogyaszt. Valóban, hogyha ezeket a számokat most nem tudom, hogy nyilván ez ilyen provokatív kérdés volt tőled, Ákos, hogy most 24 óra helyett 48, de hogyha tényleg csak azt vesszük, hogy az embernek esetleg van 7-8 órája egy nap, amikor tartalmat tudna fogyasztani, és ebbe bele tud zsúfolni ennek a többszörösét, már az is azt jelzi, hogy tényleg ezt az időt ezt nagyon túltölti. Nem tudom egyébként, hogy mennyire ez a fontos. Ugye itt elhangzott az, hogy a figyelem az ilyen esetben ugye mennyire szétszóródik, és hogy vajon amikor három képernyőre figyelünk, vagy három tartalomra figyelünk, akkor mennyi jut egyre, mert abban viszont nem hiszek, hogy 300% figyelmünk van, tehát a figyelmünk az akkor is 100%, és lehet, hogy az egyik tartalomra 40 jut, a másikra, a másik kettőre meg csak 30-30, és ez még egy jó eset. Ugyanakkor nyilvánvalóan hatnak is egymásra ezek a
az, hogy megosztjuk a figyelmünket. Ugye itt említettem, hogy például sokan tévénézés közben interneteznek, erre lehet mondani, hogy a tévére kevésbé figyelünk, vagy az internetre kevésbé figyelünk, de előfordulhat, hogy éppen a tévében látott reklámra keresünk rá azonnal az interneten, és ebből a szempontból akkor a hirdető még profitálhat is. Én megint azt mondom, hogy szerintem itt az igazi nagy kérdés az, hogy hogy lehet ezeket esetleg együtt mérni, mert összeadni össze lehet a számokat, az valószínűleg ki is ad valamit, mert tényleg bruttó figyelmünk, a bruttó idő az tényleg ennyi, amit ezekkel töltünk, de hogy mennyire fedik át egymást ezek az idők, és nyilván egy hirdető számára ez a fontos kérdés, hogy ha egy adott pillanatban elér engem a tévén keresztül, akkor abban a pillanatban nem biztos, hogy az interneten keresztül is el kell érnie, mert az kidobott pénz ilyen szempontból. Neki az lenne a fontos, hogy hatékonyan, legkisebb költséggel a legnagyobb szegmenst érje, vagy a szegmensének a legnagyobb részét érhesse el, ilyen vagy olyan tartalmon, médiumon keresztül. Nem tudom, hogy erre vonatkozott. Igen, köszönöm szépen. Váltanék témát, márka. Egy időben ugye úgy szerettünk leülni, hogy mi szeretjük ezt és ezt a csatornát, mert ott ezek vannak. Még szeretjük azt és azt, a média márkája. Hogy fog változni az elkövetkezendő időben? Elsősorban Mérő Ádámtól, Schneider Henriktől és Gulda Ádámtól kérdezném. Mikor egy marketinges azt mondja, hogy azért megy az egyes számú csatornához, mert annak jó a márkája. Én inkább a műsorok márkájáról beszélnék. Szerintem most is ez van, hogy azok a elsősorban főműsoridős gyártású multiplatform műsorok képesek tartós közönségarányt produkálni, vagy kimutatható közönségarányt produkálni, aminek erős márkája van. Tehát most mondok egy gyakorlati példát. Lehet, hogy valaki az esti Netflixezését egy Exatlonért becseréli. Teljesen mindegy, hogy melyik csatornát vontam, vagy egy Mi kis falunkért becseréli, csak hogy mindkét oldalról említsek egy műsort. Mert egész egyszerűen kialakul a kötődés, erős a műsornak a márkája, és szerintem ebből a szempontból egyre inkább, hogy mondjam, csatorna agnosztikus lesz, hogy ez melyik csatornán kerül le sugárzásra ez a tartalom. Egyébként nagyon sokszor ezt már ugye mondtad, hogy hány streaming szolgáltatót fogunk elérni. Többet, ugye most is van már ugye Apple Plus, Disney, nem sorolom tovább, HBO Go, Netflix. Az elején még, amikor csak úgy egy-kettő volt, akkor én jobban éreztem, hogyha beszélgettünk erről, hogy láttad az HBO Go-n, hogy mi volt. Most már itt is inkább úgy érzem, hogy műsorokról beszélünk. Tehát szerintem elsősorban az a média szolgáltató tud ebben győzedelmeskedni, aki konzisztensen annyira be tud húzni, és olyanokat tud ajánlani, amihez én elsősorban ragaszkodni fogom. Tehát, hogyha megfeledkezek a két nagy, nevezzük még mindig ugye klasszikusan, bár már nincs ilyen országos csatornáról, szerintem nagyon-nagyon kevesen vannak, akik megmondanák, hogy az egyéb long tail, ahogy te említetted, melyik műsor, amit követnek még, az melyik csatornához tartozik. Egy-két erősebb brand talán lehet benne, Comedy Central, Spectrum. Nem akarok példákat külön kivenni a dologból, de én úgy érzem, hogy ennek egyre kevésbé lesz jelentősége, hogy ez melyik lineáris csatornán, vagy nem lineáris csatornán történik meg, hanem annak lesz jelentősége, hogy mi az a műsor, tartalom, sorozat, ami évad, amihez én ragaszkodni fogok. Ott van jelentősége, hogyha megragadok valahol, és ez különösen a streaming szolgáltatókra igaz szerintem, akkor lehet, hogy egy picit kevesebb eséllyel fogok a másikba belenyúlni. Tehát oda szokok. Ha Netflixre rászokom, abban az esetben lehet, hogy picit kevesebb, pont a figyelem aprózódása miatt, kevesebb eséllyel fogok belenyúlni az HBO Go-ra, és kevésbé fogom észrevenni, hogy egyébként azóta ott is van körülbelül 5 olyan sorozat, ami amúgy tökre érdekelne, meg szívesen megnézném, de egyszerűen már nincsen arra figyelmem, vagy egységnyi figyelmem, hogy tisztában legyek azzal, hogy ő mit kínál nekem. Uh-huh. Én csatlakoznék hozzá, amit az Ádám mondott, egy picit talán még tovább is lépnék, ugye a műsorok márkáját említette, én kicsit humán tényezőként közelítenék ehhez, és én a személyeknek a márkáját emelném ki. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez például egy nagyon erős trend, amiről most tulajdonképpen ebben a beszélgetésben nem ejtettünk szót, hogy a médiafogyasztók tartalomválasztásait mennyire befolyásolja az a humán tényező, az az ismert ember, aki az adott tartalomban egyébként megjelenik. És ugye belegondolunk abba, hogy az elmúlt 7-8 évben gyakorlatilag minden az influencer marketingről és influencer jelenségről szólt, és most független attól, hogy sztárokról, celebekről, vagy online tartalom előállítókról beszélünk,
akkor abból az egész üzleti, gazdasági vagy kulturális diskurzusból az szűrhető le, hogy a humán tényező az hihetetlenül felerősödik, és maga a személy ismertsége, személyes vonzereje, óriási erő, egy óriási tényező akkor, amikor a figyelmet irányítjuk. És én azt gondolom, hogy ezzel lehetne ezt az eszmefuttatást meg esetleg kiegészíteni, hogy a személyek, az ismert embereknek a szerepe az, az döntő mértékű lehet abból a szempontból, hogy ki milyen tartalmat választ. Köszönöm szépen, Henrik. Azt szeretném hozzátenni, hogy, hogy nézői oldalról szerintem teljesen igazatok van. Van egy nagyon nagy gátja ennek, a médiagyártók, médiaszolgáltatók a brandjüket, legyen ez csoportbrand, mint mondjuk egy RTL, vagy legyen egy csatorna brand, mint azon belüli brandek, vagy egy Viacom, és akkor azon belül így ne csak egyet mondjak. Ezeket azért védik annyira, mert nagyon sok pénz a médiaiparban, nem, még egyébként nem a figyelem alapján összpontosul azonnal, tehát nem a nézettség alapján van, hanem a terjesztési szerződések alapján, ahol pedig csatornákról és csoportokról tárgyalunk. És éppen ezért mondjuk, amikor egy set-top boxba el akarom helyezni vegyesen a tartalmakat, a gyerektartalmakat, tűzzel vassal írja egy médiaszolgáltató, amit elmondhatok a néző szemszögéből teljesen értelmetlen módon, de üzletileg az ő szempontjából értelmezhető módon, a mondjuk a Grizzly és a Lemmingeket, meg a Mancsőrjáratot nem nagyon fogjátok együtt látni, mert a Turner meg a Viacom együtt nem szeretne így megjelenni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és fogyasztói szempontból teljesen igaz. Gyakorlatilag a gazdasági realitások jelenleg nagyon nagy mértékben érdekelté teszi a médiaszolgáltatókat a márka védelmében, amiket felépítettek, és ez egy kontraproduktív dolog. Nagyon érdekes, hogy ebből hol fogunk kitörni. Szerintetek hogyan lehet jól mérni a figyelmet? Ezt elsősorban a Kuruc Imrétől és a Guld Ádámtól szeretném kérdezni, mert a figyelemnek lesz egy minősége, ez fel fog értékelődni, illetve már most felértékelődött. Lehet ez, van erre már valamilyen technika? Olvastatok már ilyenről? Hát ugye azt lehet mérni, hogy valaki nézze egy tévéműsort, látogatta egy weboldalt, megnézze egy videót. Azt, hogy valóban mennyire figyele rá, ugye azt tudjuk, hogy jelen pillanatban azért a háttértévézést ugyanúgy mérje, amikor a tévénézettséget mérik, hogyha valaki... Az mennyiség, az nem minőség. Igen, ezért mondom, hogy ezt ugyanúgy méri, tehát ilyen értelemben azt, hogy mennyire ragadja meg a figyelmét ténylegesen egy tartalom, egy műsor, ez ilyen formában technikailag én tudomásom szerint nem lehet mérni. Lehet, hogy Ádámnak vannak erről pontosabb infói vagy ötletei. Nem, igazából nem lehet ezt exakt módon mérni jelenleg. Nagyon sokszor egyébként a fogyasztók viselkedéséből lehet következtetni arra, hogy mennyire működik, vagy mennyire nem működik a figyelemkoncentráció. Megint egy nagy témát dobnék be, de ez is megint csak egy ilyen filozófiai felvetés lesz, hogy sokat beszéltünk ma a figyelemről, meg hogy ki mennyire figyel milyen dolgokra, de kikerültük mondjuk a fake news jelenséget, mint egy óriási globális komplex problémát, mi valahol a probléma gyökerére visszamenve, hát gyakorlatilag a figyelem hiányáról, meg a figyelem koncentrációs problémákról szól. Úgyhogy ez például egy olyan terület maga az álhíreknek a jelensége, illetve ez a kutatás, ahol például a figyelem mélységének a felderítése, illetve az ezzel kapcsolatos kutatásokra most nagyon-nagyon nagy energiákat fordítanak, de hát ebből is látszik, hogy nem jutottunk még igazából előre azon a területen sem, hogy ezek még nem megoldott kérdések jelenleg. Szerintem egy irány. Igen, parancsolj. Azt kijelenthetjük, hogy egyre több dologra figyelünk, de ezzel párhuzamosan a figyelmünk egyre kisebb is, ami egy-egy tartalomra vagy egy-egy dologra irányul. Úgyhogy, és még azt is el tudom képzelni, hogy ha ezeket összeadnánk, akkor kisebb figyelem jön neki, mint amikor csak egy dologgal foglalkoztunk. Van-e valakinek még hozzáfűzni valója? Nincsen. Mivel ugye én megígértem, hogy 16 órakor ezt abba hagyjuk ezt az adást, én csak annyit szeretnék elmondani. Itt előjöttek azok, ez a figyelemgazdaság sorozat, ez egy első része volt. Jövő héten, ha mi lenne, ha nem lenne, mi lenne, ha Google és a Facebook nem lenne Magyarországon, ugye itt az ausztráliai kivonulás kapcsán azon fogunk gondolkozni, hogy mi lenne, ha nem lenne Google, és akkor ez mit fog okozni, főleg marketing szempontból. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma eljöttetek, köszönöm Kuruc Imrének, Guld Ádámnak, Mérő Ádámnak és Schneider Henriknek, hogy velünk voltatok. Az anyagot hamarosan megvágjuk, ebből egy cikk keletkezik holnapra, vagy írunk egy cikket a Digital Hungary-re, és holnap után, de legkésőbb vasárnap
már lehet is látni ezt az adás megvágott verzióját. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetünk. Szervusztok! Köszönjük szépen! Köszönjük.